Hetek óta a hazai nyelvoktatásban is kerülni kell mindenféle személyes kontaktust, megóvva ezzel az oktatók és a tanulók egészségét. Szokatlan a mostani helyzet a nyelviskolák számára, de a többség kiválóan megoldotta az átállást. A régió egyik meghatározó nyelviskolája 4 nap alatt állt át teljesen digitális módusra. Az online nyelvoktatásra 4 nap alatt sikerült nyelviskolánkat átállítani. Tanárainknak több képzést tartottunk, a platformok használatával kapcsolatban videókat készítettünk és osztottunk meg. Folyamatosan támogatjuk őket módszertanilag, technikailag egyaránt, immár 4. hete. Erre a nem kis kihívásra nagyon pozitívan reagáltak, nyitottak az új megoldásokra, összetartják a csoportokat. A hallgatóink örülnek a találkozásoknak a virtuális térben, a felmerülő technikai problémákat, nehézségeket többnyire együtt oldják meg a tanárokkal. Természetesen akadtak nehézségek is a távnyelvoktatásban, de manapság már minden családban van legalább egy laptop vagy egy okostelefon, ezeken keresztül pedig semmi akadálya az idegen nyelv tanulásnak. Ha valakinek nincs meg a digitális eszköze, akkor ebben az esetben nem, vagy csak korlátozottan tud részt venni az online képzésben, de a mai világban családonként legalább egy okostelefon nagy valószínűséggel van. Az online tanításhoz használt platformok, a Zoom, a Messenger, a Skype telefonon elérhetőek. Előfordul, hogy baj van a kamerával, az internet kapcsolattal, a mikrofonnal. Így a hallgató csak korlátozottan tud részt venni a nyelvórán, de tapasztalataink szerint gyorsan megoldódnak ezek a problémák. Még nagyobb kihívás az online vizsgáztatás, ez is komoly feladat a nyelvtanároknak, akik folyamatosan továbbképzéseken finomhangolják azt, hogyan tudják számon kérni diákjaikat, akik nem lehetnek velük egy légtérben. A Gyuraégzen Vizsgaközpont angol és német B2 C1 egynyelvű általános számítógépes nyelvvizsgákat kínál május és június hónapban több ezer diáknak, hogy a felvételihez a pluszpontokat megszerezzék. Az online platformon elérhető vizsgafeladatok megegyeznek a már jól ismert Gyuraégzen vizsgákkal. Az új szabályozás lehetővé teszi a szóbeli online vizsgákat is, amelyeken a vizsgázók és vizsgáztatók otthonról vehetnek részt a nyelvvizsgán. A jelenlegi információk szerint májusban és júniusban kerülhet erre sor. A szakember szerint a hagyományos és az online nyelvoktatás hatékonysága között szinte semmi különbség nincs. Persze a motivációt nehezebb fenntartani a diákokban, és a nagyobb csoportokat sem egyszerű foglalkoztatni egy-egy távnyelvórán. Egyéni és kiscsoportos tanulásnál nem látok különbséget a személyes és virtuális óra hatékonysága között, azonban minél nagyobb a csoport, annál nehezebb dolga van a nyelvtanárnak, sokkal alaposabban, sokkal körültekintőbben kell felkészülnie. Gondolnia kell arra, hogy milyen formában teszi a tananyagokat a diákjai számára hozzáférhetővé. Fontos, hogy igazán érdekes és izgalmas témákat vigyünk az órára. A nyelvtanulási motiváció fenntartását tekintjük az egyik legfontosabb feladatunknak. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a nyelvtanuló felelőssége is megnövekedett ebben a helyzetben. Hatoséknál nem csak a diákokkal foglalkoznak többet most a korona miatt kialakult különlegesen nehéz helyzetben, de az oktatók mentális egészsége is fontos. Éppen ezért vezették be az úgynevezett virtuális kávézás intézményét, melynek célja, hogy a nyelvtanárok megoszthassák egymással tapasztalataikat, és egy kicsit egymás lelkét is ápolni tudják a vírus idején.